Sziasztok, Borka vagyok, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videóban el fogom olvasni a Twisted Games-t, méghozzá Andival. Történt egyszer 2023-ban, hogy elolvastam a Twisted Land nevű könyvet, szimplán csak azért, mert nagyon népszerű és felkapott kötet volt, főleg TikTokon, meg azért is, mert erotikus könyv. És én nem sok ilyet olvasok, viszont elkezdtem tavaly tesztelgetni őket, hogy hát, ha van olyan, ami nekem be fog jönni, és éppen ezért egyre többet olvastam, mindegyikről készült egy külön videó. Na most, eddig nem nagyon jártam sikerrel, egyik sem nagyon tetszett, ráadásul egy-kettőn egészen kiborultam. Ezeket a videókat be fogom egyébként linkelni a leírásba. Na de elolvastam a Twisted Love-ot, és olyan szinten nem tetszett, hogy azt nem tudom elmondani. Megfogadtam utána, hogy én soha, de soha, ha egy könyvnek nem fogok nyúlni a második részéhez, akkor az a Twisted Love. Szóval történt az, hogy Andi elolvasta az első részt, és neki is készült róla egy videója, be fogom linkelni a leírásba. Azt egy poinkottunk vele, miközben ő azt olvasta, hogy na második rész, ha-ha! Szóval megbeszéltük, hogy elolvassuk együtt, mert egyébként azt mondják, hogy a második rész sokkal jobb, mint az első, és én ebben reménykedek. Úgyhogy hát, ha tetszeni fog nekem, meglátjuk. Nagyon félek. El akarom mondani azt, hogy ezzel a videóval, ha esetleg a könyv nem tetszik, senkit nem szeretnék majd megbántani. Az, hogy én egy könyvet nem szeretek, hogy nekem nem tetszik, az nem azt jelenti, hogy senki másnak sem szabad tetsznie, ha neked tetszik, az teljesen rendben van, ez csak a személyes véleményem. Ennyi. Szóval beszereztem a Twisted Games-t, ami abból a szempontból érdekes, hogy ugyanabban a világban játszódik, mint az első és a többi rész, tehát itt úgy van az egész, hogy van egy baráti társaság, ilyen lányok, és mindegyik könyv az egyik könyvükről szól, és ilyen szerelmi szál van benne. És ez a második rész, ez egy kicsit érdekes számomra, mert testőről és hercegnőről, illetve ilyen soon to be királynőről van szó, tehát egy hamarosan királynővé koronázott emberről, és a testőréről, ami jól hangzik. Úgyhogy reménykedek. Amúgy... Emberek, én erről az egész könyvről csak két véleményt hallottam. Egy, hogy hát ez nagyon jó, sokkal jobb, mint a Twisted Love. És kettő, hogy rémes. Nincs középút. Már most nagyon sokat szenvedek, pedig még el sem kezdtem olvasni. Próbálok egyébként pozitívan hozzáállni, de rájöttem, hogy ha nem várok el sokat, akkor gyerek vele a legtöbbet, mert akkor igazából nem nagyon tudok csalódni, ugye? Így, hogy Andrival ezt megbeszéltük, el is mentem a könyvesboltba, hogy megvegyem a Twisted Love-ot, hiszen persze, hogy ebből a könyvből van vagy 50 darab bent a polcom. Mert miért ne lenne? Így kiszalamoztam így a nagyon-nagyon fiatal kislányokat, akik ezeket a kezükbe vették, és ott olvasgatták, meg nézegették, meg a többi ilyen könyvet is, és megfogtam ezt a példányt, hogy oda vigyem a kasszához. És a kasszához vezető út az nagyjából 5 méter, de az 5 méter alatt sikerült kétszer kiírnom a könyvön, szimplán csak azért, mert ránéztem a borítójára. Van nekem egy nagy bajom az erotikus könyvekkel, ami nagyon sok embernek nem problémája, és éppen ezért sokkal könnyebben élvezik, mint én. Ez pedig az, hogy annyira tudok cringe-elni az írásmódom. Egyszerűen lehet egyébként angolul kéne ezeket olvasnom, mert annyira nem lenne nekem ilyen kényelmetlen, vagy furcsa, de így olvasom ezeket a mondatokat, és kiráz a hideg, és nem a jó értelemben. Tehát, hogy mentem oda a kasszához, megnéztem magamnak a borítót, és ilyen szépségek voltak rajta, hogy... A nő nem lehet az övé. Pont. De azért megszerzi magának. Nem értem egyébként, ezt más ember elolvasta, és semmi baj nem lenne vele. Én meg olyan szinten furcsán érzem magam. Egy hercegnő. Egy testőr. Tiltott gyümölcs. Pont. Akit meg kell szerezni. Miért kell megszerezni? Ez a második megszerzős mondat. És ez csak az első kép mondott borítón. Mi történik? Elolvastam a fülszöveget egyébként. Nagyjából tudom, hogy miről van benne szó, és igazából nem kell hozzá elolvastam a fülszöveget nekem, de elolvastam. Utolsó sor az első bekezdésben. Arra esküdött fel, hogy megvédi a lányt, de igazából nem akar mást, mint megragadni. És pont. És már előre tudom, hogy Andi sokkal kevésbé lesz ettől a könyvtől idegesebb, mint én. Előre érzem, hogy én majd így fogom mondani, hogy te jóságos Isten, ezek mennyire rosszak, ő meg így... Mert valahogy másokat nem zavar.
Nem tudom, vannak emberek, akik a pókoktól félnek, meg van, aki a magasságtól, én az erotikus könyvektől. Na mindegy, szóval, hogy beszereztem, Andi, ha jól tudom, hallgatni fogja a hangos könyvben, és hamarosan elkezdjük olvasni nekem. Még addig hátra van két könyv, amit be kéne fejeznem. Az egyik a Démoni Kultiváció nagymestere, az első rész, mert azt most éppen Fannyval olvasom. A másik pedig a Pokolfajzat, mert alól pedig szeretnék holnap videót csinálni, és még a fele hátra van. Borka dolgok. Úgyhogy befejezem őket, veszek egy nagy levegőt, meg egy nyugtatót, és utána elkezdem olvasni. Hogy merészeli? Tehát, hogy merészeli? Anna Huang, azt mondani, hogy a Fairy Tale Alexander Rybaktól az kérlek szépen a Twisted Game-hez tartozik. Az egész nyilván csak egy vicc, amit most mondok, de gyerekek, ha valaki volt 2 percet BookTokon, az tudja, hogy a Fairy Tale Alexander Rybaktól az a Kegyetlen Herceg dala. A Kegyetlen Herceg is kész vége. Tehát, hogy ha ezt a számot meghallom, egyszerűen csak Kárnára és Jude-ra gondolok, és nem fogom, nem fogom ezt az egészet úgy olvasni, hogy ez az ő dolog. Egyszerűen nem. De azt értékelem, hogy van benne Taylor Swift. Mert imádjuk Taylor Swiftet. Ez a szám pedig ilyen 12-13-es koromban inkább olyan hatalmas kedvencem volt, és szavakkal nem tudom leírni. Úgyhogy ezt egyébként értékelem. Meg az egész dolog, hogy itt van itt egy ilyen lejátszási lista, az amúgy tök jó. Csak nem. Ez egy fantasy song. Nem érdekel. Ez egy fantasy zene. Azon belül is Kegyetlen Herceg. Don't you dare! Erre használni. Oké. Ismét én. Nagyjából 10 másodperccel később. Ha ezt akkor most nem Andi miatt olvasnám, mert együtt olvassuk. Olszó. Szia, Andi. Szóval, hogyha nem Andi miatt olvasnám, akkor bemennék a könyvesboltba, ezt a könyvet meglátnám, felnyitnám, majd az első mondat után, ami itt szerepel, fognám, becsuknám, hazamennék, és befeküdnék a zohony alá ruhástól. Miért a kezdés? Ó, jó Isten! Nem tudom, hogy büszke legyek-e magamra, vagy gondoljam-e azt, hogy szánalmas vagyok, de tegnap kezdtem el a könyvet, és túl vagyok a felén. Mi történt? Őszintén én azt hittem, hogy ez a könyv nagyon lassan fog csúszni, és hogy így szenvedni fogok vele meg ilyenek, ami részben így van, de tényleg jobb, mint az első. Én most így úgy mondanám a felénél, hogy a semleges kategóriába tartozik. Nem egy kifejezetten rossz könyv, de hát olvastam már sokkal jobbat is, még romantikusból is. Úgyhogy nem vagyok megelégedve, de meg vagyok lepődve, hogy nem rémes. Eddig nagyjából annyi történt a fél könyvben, hogy Bridgetnek, ugye a hercegnőnek, a kis európai ország hercegnőinek, akinek ennyi ilyen hollandos beütésű neve, stb. Neki a testőre az lemondott, mert hogy a felesége terhes lett, és akkor el akar igazából menni, és a családjával akar lenni. Okay. És helyette szereztek egy ilyen új testőrt, aki Riss Larsen, és gyakorlatilag ő lesz a testőre Bridgetnek, és ez egy ilyen hatalmas, izmos pasi, nyilvánvalóan, sötét hajjal, meg ilyenek. És arról az egész történet, hogy gyakorlatilag hogyan súrolódnak össze, vagy nem súrolódnak össze. Egyébként meglepő módon a könyv első felett több évet felölelt, tehát nagyjából az első 100 oldalban eltett 2 év, ami engem meglepett. Ez egy elég ilyen slow burn románc, és eltett 2 év, meg ilyenek, utána kiderült, hogy Bridgetnek királynőnek kell lennie, ugyanis a bátyja az lemond a trónról, azért mert beleszeretett egy ilyen közrendű emberbe, nekik meg van egy olyan törvényük, hogy csak is nemesi származású családból választnak maguknak pár, tehát király vagy királynét, teljesen mindegy. Úgyhogy gyakorlatilag lemondott róla a bátyja, és ráhárul az a feladat, hogy királynő legyen, ami semmilyen szempontból nem jó neki, mert ugye nem készült rá, nem akarja, és a nép sem örül neki, mert egyébként Bridget ugye nem volt semmilyen terv, hogy királynő lesz, ezért a nagy részét az életének az külföldön töltötte és keresett már az országában. Beszéljünk Bridget és Riss első találkozásáról. Na most már az első találkozásnál, amikor bemutatkoznak Bridgetnek a háza előtt, egy ilyen konfliktus fog megszületni kettőjük között, de egyértelmű közöttük a vonzalom, tehát mindenkinek benne van a fejezetében az, hogy de szexi ez a másik ember, ihalja, húj, hát ez nagyon szexi, de amúgy nem szabad. Viszont kibontakozik egy ilyen konfliktus is, ami nem volt konfliktus, semmilyen értelme nem volt. Mindig kiemelem azt, hogy mennyire nem szeretem a miscommunication dolgokat a könyvekben, tehát azt, amikor rosszul kommunikálnak a karakterek, de hallottunk már olyanról, hogy rossz fejben kommunikáció? A nő
olyan szinte delulu, hogy egyik pillanatban a másikra ugrik következtetésekre pillanatok alatt, amit én is szoktam, de le vagyok nyűgözve. Tehát, hogy találkoznak. A pasi rideg kimér, de hát ő egy testőr, de gyakorlatilag ez a munkája, hogy megvédjen, nyilván nem lesz habos-babos. És bemutatkoznak, majd a pasi beközli, hogy szerinte el kéne onnan költöznie, mert ez a lakás, illetve a ház nem biztonságos, szinte semmilyen szempontból. Erre a nő a fejében így, mit képzelsz magáról, hogy ő megmondja, hogy én mit csinálok? Azt hiszi, hogy ő a főnök? Hát én biztos, hogy nem fogom ezt hagyni. Mekkora egy bunkó paraszt, és meg így olvasom az a két oldalt, és így... De amúgy jogos! Olaszó, beszélünk arról, hogy a pasi egy volt tengerész gyalogos, aki meg van áldva a biztonságban. Nem tudom, hány embert védett már ilyen VIP testőr gyakorlatilag. A házban többiről hegyre mindent átnéz. Bridget egy találkozóra nem mehet el, de egyébként a pasinak válig érő haja van. És így elgondolkoztam, hogy az mennyire biztonságos mondjuk egy verekedésnél, hogy válig érő haja van. És így rákezdtem párom, mert egyébként ezek nem szokták így a tengerészgyalogossal így lenyírni a hajukat, meg ilyenek, és így mondta, hogy attól függ, de mondom, testőr, és válig érő haja van. És így elkezdtünk kizomból nevetni. Na mindegy. Szerintem a következő testőr Legolász legyen, lehet, hogy ő is legalább annyira lesz felvértezve testőrségi tulajdonságokkal is tippekkel, mint Riz, se baj. Nem indult jól a találkozásuk, viszont ezeket a jó, hosszú, több oldalas monológokat nyugodtan tudjuk olvasni a karakterek fejéből, hogy a másik ember mennyire dögös. És a legnagyobb problémám az egész az, hogy az egyetlen ilyen úgymond kapcsolódási pont kettőjük között, az egyetlen oka a vonzódásnak, az egyetlen oka annak, hogy egyetlen akarok egymást, vagy az az, hogy a másik ember szexi. Nincs semmilyen mélysége. Riz még abból a szempontból szerettem is, hogy nem olyan embertelen gusztustalan, mint Alex volt az első könyvben, tehát, hogy így nagyjából gondol szép dolgokat a lányról, de csak is azért gondol róla ilyen dolgokat, mert szép a lány. Tehát, hogy annyira gyönyörű kék ragyogó szemei vannak, a magányosság sül ki belőle. Ha Dobi lenne, az akkor gondolná róla ilyen mély dolgokat? Az egyetlen forrása minden dolognak, minden vonzalomnak ebben a könyvben csak simán a testi vonzalom, nincsen semmilyen mélysége, legalábbis ebben a fejében még. És ha már testi vonzalom, én rájöttem, mi a bajom. Nem bírom ezeket a dolgokat magyarul olvasni. Nem bírom. Alapból a könyvben vannak olyan fordítási dolgok, amiktől konkrétan majdnem cigánykereket hánytam, tehát, hogy amikor valaki, és ez egy 20 éves nő volt, azt mondja, hogy tudkó bakker, akkor így elgondolkozok rajta, hogy vajon most tényleg egy 20 éves nőről olvasok-e, vagy egy kisfiúról 2005-ben. Tehát, hogy... De ezen kívül is a spicy jelenetek eddig egy volt konkrétan. Egyrészt utálom azt olvasni, amikor egy alapból ilyen jelenetet utálok olvasni, de azt meg főleg, ha egy ilyen jelenetben megállás nélkül baromi csúnyán beszélnek egymással, és tele van káromkodással, de ez magyarul még pláne cringe, mert én belegondoltam, angolul is lenne kifejezetten jó egyébként erről olvasni nekem, de hogy magyarul, te jóságos ég. Olszó, ha már testi vonzalom beszélünk, arról, hogy ez a pasi kettő dolgot tud csinálni a testével, ez alapján a könyv alapján. Komolyan mondom, a könyv feléig elolvastam ezt itt, és kettő dolgot tud csinálni. Vagy ökölbe szorítja a kezét, vagy feláll a... Semmi más nem csinál. Szóval, ja, itt tartok most gyakorlatilag, nem olyan rossz a könyv, mert nem annyira durva, és nem annyira felszínes, és nem annyira rosszul megírt, mint az első rész. Ez valószínűleg azért is van, mert a karakterek is szimpibbek, viszont továbbra sincsen semmilyen mélység ennek a kapcsolatnak. Nem bírom azt, ahogy gondolnak egymás, meg hogy beszélnek egymáshoz Spice közben. Nem tudom, én a romantikus könyveket szeretem, a romantikus beszédet szeretem. Nekem az ilyen Bridgerton fajta fiúk monológiai tetszenek. Hiányzik a sorozat. Na mindegy. Szóval, hogy nem ez, ami nekem működik, és ez így eléggé rossz volt. Tehát, hogy konkrétan a legnagyobb problémám az az, hogy lehet, hogy ennek a könyvnek jó, sőt, kifejezetten romantikus pillanatai, amik tényleg új voltam, hogy hú, de jók lennének, majd lapozok kettőt, és... Costa Rica tengerpartján voltunk egy titkos menedékben. Az éjszakában fröttünk a medencében, miközben a csillagok ragyogtak felettünk. Mellettünk egy buliban tűzi játék színezte be az eget. Na gyere ide, te kis ez egy gyönyörű kis ugye mennyire jó értés, amikor itt tartunk jelenleg, teljes mértékben azzal tudnám leírni ezt a könyvet, hogy meh. Ha nem lenne benne ez a rengeteg ilyen nagyon kényelmetlenül leírt gondolat a másik emberről, illetve ezek a nagyon rossz fajta kifejezések Spice közben,
akkor akár még egészen jó is lehetne, de nekem ezek annyira elviszik, hogy jelenleg egy középszintet tudnék rá mondani. Viszont az már egy jó jel, hogy elolvastam a felét egy nap alatt, úgyhogy dolgozni is voltam. Mi történik? Úgyhogy igyekszek ebben a tempóban folytatni, és jövök a következő belenkezéssel. Sikerült lebetegednem, a hangom, ha nem oké is, akkor az azért van. Szóval nagyjából most vagyunk a harmadik spice jelenetnél, és határaimat feszegetem. Küldtem ilyen kis, pikáns, ilyen felolvasásokat Andinak hangüzenetben. Én ezt nem bírom tovább. Tudjuk a könyv felé, már most már tényleg nincs sok hátra, de ez nagyon-nagyon nem nekem való. Ha csak ezek a beszédek a spice jelenetek közben nem lennének benne, már annyival jobb lenne, de nem benne vannak. Persze, hogy benne vannak, úgyhogy... Lassan túl vagyok rajta, mindjárt vége. Ha nem lenne elég a rosszul kidolgozott szerelmi szálakból és a toxikus dolgokból, amit ugye már most jelenleg nagyjából olvasok, valamiért megjött a kedvem megnézni az aftert megint. Nem tudom miért. Én a könyveket, az első két részt szerettem, a harmadikat már nem bírtam. De azt adjuk hozzá, hogy 17 évesen olvastam őket, szóval na mindegy. Most már látom, mennyire embertelenül toxikus. De hogy láttam, hogy fenn vannak Netflixen ma, én meg így itthon fekszek betegen, mondom, nézzük meg. És elkezdtem nézni, és ezeket a filmeket is szerettem egyébként, amikor kijöttek nagyjából, legalábbis elszórakoztam rajtuk. És most megint csak a fejemet fogom, hogy lehet valami ennyire rettenetes, hogy lehet ez egy szerelmi szál, hogy lehet ez romantikus. Befejeztem a könyvet, meg egyébként a három miután filmet is, amire nem vagyok büszke, de valamiért el kellett nektek mondanom. Szóval befejeztem a könyvet, nincsen túl sok új mondani valóm, azon kívül, hogy továbbra is a fő problémám az volt vele, ahogy beszélnek egymással a karakterek Spice közben, meg az, hogy sokkal több Spice volt szerintem egyébként, mint a Twisted Love-ban, tehát, hogy itt a végére azért elég sűrű lettek, ami engem ugyebár nem érdekel, meg ahogy beszélnek közben, az is rájött, szóval sajnos a második felében elég sokat éreztem magam kényelmetlenül, ami rontott az olvasás minőségén. Ezen kívül a felsoroltak, amiket eddig mondtam, sem voltak túl jó hatással az olvasás élményemre. Tehát, hogy annyira sejtettem, hogy a pasiból valami eldorrai leszármazott lesz, valamilyen eltűnt nemes, hogy meg se lepődtem rajta. Tehát, hogy lennének máshogy együtt alapból. Nyilván Bridget a végén megzsarolt egy politikust, ami tökre királynős dolog, meg amúgy tökre példaértékű, azért, hogy együtt legyenek, ami meg így... Oké, whatever, biztos ezt csinálják az ilyen nagy emberek, de hogy így... Eddig bírtlak, ez meg így kinda... Oké, mindegy. Szóval, hogy így a karakterek nagyjából szimpatikusak voltak, Reese viszont szerintem túlságosan ilyen sablon karakter volt, hogy úgy mondjam, az a tipikus, romantikusos pasi, akinek sötét a haja, és nagyon szép a szeme, és magas, és izmos, és tetovált, és titokzatos, és nem akar senkitől semmit, és nem iszik, és nagyon vigyázzon erre, de közben meg semmilyen tulajdonsága nincsen, és igazából a lányhoz is csak a külse miatt vonzódik, és persze az ágyban nagyon hogy beszél vele, szóval, hogy tipikus, tehát annyira tipikus, hogy szerintem, hogyha most eldobnék, mondjuk eldobnám ezt a könyvet az utcán, 10 ugyanilyet találna el, úgyhogy ez volt vele még problémám. De az tény, hogy egy kicsivel jobb volt a Twisted Love, mert nem volt toxikus, tehát egyáltalán nem hiszem, hogy toxikus lett volna egyébként, meg így kinda érdekes lett volna a cselekmény, ha nem lett volna ennyire leegyszerűsítve, meg nem lett volna ennyire kiszámítható. Szóval nem volt olyan rossz, mint a Twisted Love közel sem. És ha egy pár dolog más lett volna benne, akkor úgy gondolom, hogy tudtam volna úgy igazán élvezni, de sajnos így nem tudtam teljesen élvezni, 2,5 csillagot adtam rá. Beszéljünk arról, hogy volt benne egy macska, akit Meadow-nak hívnak, legalábbis én erre következtettem, és le lett fordítva mezőre. Tehát a Meadow, mint név, ami amúgy emberi név is, le lett fordítva mezőre. Miért? Miért kellett? Tehát, hogy ez egy rendes név. Egyébként a fordítás szintjén is voltak olyan dolgok, amik miatt szerintem a könyvet nem nagyon szerettem, és ha angolul olvastam volna, nem lett volna nekem ennyire problémás. Úgyhogy nem volt vele annyira fán időm. Egyébként Andival közben folyamatosan beszéltünk egymással, így írásban is, meg hangüziben is, és érzem rajta is, hogy neki sem a legnagyobb kedvenc az a könyv, és nincsen lenyűgözve, de egyébként ő is mondta, hogy annyira nem rossz. De ő is olyan logikai hibákat talált benne, amiről az ember egyszerűen csak azt tudja gondolni, hogy oké, ez a szerző, kétszer nem gondolhatna, mit csinál, csak gyorsan írt egy regényt. Úgyhogy nem annyira jó, és ha romantikust akartok olvasni, én azt mondanám, hogy ennél vannak jobbak.
ha valaki szereti a spice-t, akkor ez biztos jó lesz, mert van benne bőven, én nem szeretem, úgyhogy nekem annyira nem jött be. 2,5 csillag. Ez lett volna a videóm a Twisted Games-ről. Amúgy ezt tegyük hozzá, hogy nincsen ilyen traumatikus élményem így utána. Tehát a Twisted Love után konkrétan le voltam taglózva, hogy mit olvastam, most amúgy nincsen. Tehát, hogy jön a következő, úgy vagyok vele. Szóval nem volt egy rossz élmény, de nem volt egy kiemelkedően jó sem. Ennyi. Szóval ez itt van az én véleményem a könyvről, ha ti olvastátok, tudom, hogy sokan olvastátok és sokan szeretnétek, még egyszer bocsánat a véleményemért, de ha olvastátok, írjátok a kommentbe, hogy ti mit gondoltok ezekről a dolgokról, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!